Hello, bello, sziasztok! Keeper jelentkezik! Ilyenkor, amikor elindítom a videót, akkor mindig beakarunk. Aztán utána akkor azért normalizálódik a helyzet. Amikor elkezdi menteni a fájt. Na figyeljetek, gyerekek, nyisson már az üzlet. Keeper be akar menni, de meg akarja nézni, mi a szituáció. Egyébként tök jó föl vagyunk már szerelve. Na most miért akar? Ne akadjál már, na! He. Ne akadjál már, he! Na. Nyíljon ki, mikor nyit az üzlet? Figyelj, ez a csávó, ez mikor akar nyitni? Nyissák ki, vazza, mert kilövöm a szemedet! Testvérem! Kilövöm a szemedet! Egyébként onnan látni, hogy mekkorát szól ugye a fegyver, mint általában nagyon sok FPS. Kinyitott az Open-ölt! Hello, haver! Ha valami jó van nála, akkor majd megveszünk. De egyébként ez szerintem bereszetelhetett, mert figyeld el. Be van zárva minden. Nem, mert itt a military helmetje. Robotic drone armor, figyeld? Schematic. Nincs valami náled? Valami jó? Várjál, izé, modifikációk közül. Semmi, sem. Mert úgy látom, hogy itt nincsen nagyon jó. Na várjál, akkor izé. Mutasd meg a zsabokat. Nem! Csinálhatom a tier 4-es küldetést, nem kell a speciál jobot megcsinálni. Simán! Night only, tier 4-es clear zombies, hallod? Nyugatra van, imádom. Tier 4-es! Várjál, hova? Hol mutatja? Várjál, mutasd nekem a idejét. Ezt mutasd a térképet. Jó? Arra. Az mi? Nem mondod! Ugye, hogy az a lőtér? A lőtérre küld! A lőtérre! Pont ahol az előző részben voltunk el! Kihúzatjuk, öcsém! Veretjük neki! De jó, tier 4-es lőtérre, gyerekek! Nagyon adja, igaz, azt nem tudom kétszer lootolni, mert még mindig nem lehet lootolni, de nem baj! Fölveszük a küldetést, egyből kicsapjuk, mint a kicsapni valahol. Na, ez jó! Tier 4-es küldetés. Nagyon jó. És szerintem a tier 4-es küldetéséig csinálom, akkor lehet, hogy megkapom az autót. Mert ugye figyelj, az egyes, tier 1-es megcsináltam, megkaptam a biciklit, tier 2-es megcsináltam, megkaptam a kis motor, tier 3-ast megcsináltam, megkaptam a motor, a 4-esnél szerintem megkapom a izét. Megkapom a kocsit. Úgyhogy akkor erre rá kéne feszülni, mert nagyon élném, hogy autóval tudnánk veretni. Figyelj, ugrat egyet a képerre. Wow! Na, és ez nem lesz könnyű, sőt, ez inkább nehéz lesz, azt mondanám. És ott a hátsó bejárat, ugye, ott kell bemenni. Mint az előbb, vagy az előtt voltunk. Íveze, odavertem neki az ember. Na, gyerekek, figyelj, hol a drónom? Nálam van a drónom. Itt van nálam a drónom. Ez köld majd. Szállj föl! Gyere velem! Test! Tier 4-es küldetés, gyerekek! És innen tényleg tudod, hogy az ajtó be van téve. Hoppá, ez biztos kemény lesz, tök jó! A tier 4-es küldetést akart a Keeper, és meg is kapta. Jaj, de jó, oda nézzél milyen. Szerintem számít az, hogy milyen tierbe vagy. Sokkal jobb lootok vannak úgy. Gyerek, ne verjed magad neki mindennek. És okosba ki kéne lootolni, ha már egyszer csak egyszer megyünk végig rajt, nem? Oda még bazzem, ilyen szoros ládákban is milyen jó cuccok vannak. Ja, üzemanyag az kell újabban, mert úgy látom, hogy zabálják ezek a járművek. Szépen okosba. Ó, figyeljetek, szerintem itt jobb loot van, mint ezelőtt. My senses have picked up something. Ugye, ez összefostam magam, na. Hát, alul a tüdöget föl a gyerek öcsém. Hát nem nagyon szartam bele. És kapásból vagy... Hoppá, na várja, azért ilyen hülyeséget, ne megyünk fel. 3 darab ilyen kutya szart. Ja, okosba. Okosba azért. Tényleg és küldött is már lehet, hogy nem olyan ude egyszerű. Ezt meg szétcsakágyolom. Ott van benne csuda dolog. Meg biztos van egy hülye. Nincsen. Azt itt a vesküször. Asztal. Jó van, varószet nem kell, az mögött, semmi. Fönt, semmi.
Jó, hát figyeld, ez nekem semmi. Ezt úgy kiverem, egy pillanattal egy gyerekek. Olyan aranyos az a drón, bírom, ne? Egy repked veled, tök jó. Lehetnének még ilyen segítő NPC, vagy mit tudom én, lőne, vagy akármi, nem? Egyébként ennek lehetne ugye menni a modifikációt. Volt az egyik trader, csak nem mentem vissza. De jó, tier 4-es küldetés, egy nagyon jó, ez van megint a szar. Majd eladásra megy, úgyhogy... Na gyerekek, mehetünk tovább, ugye? Itt voltunk. Erre kell menni. Figyelj idejében, lopakodóba megyünk. Úgyhogy mindjárt megugranak. Ugye csaj, ott ülögél. Segín. Ennek is csak kettes izét kapok. Kettes damage bónuszt. Mindjárt plafonról ugrálnak le, vagy valami lesz, tuti. Keményedjünk be. Erika szoktam oddalni, de... Ne tököljek már, olyan tökölős, ez nem jó. Tökölés nem jó. Jó. A pócokrú. A pócokrú. Leveszi a képere cuccot, a pócokrú! Én aztán jó sok cuccom van. Hát, gyerekek, ez nem megyünk el búcsúba. Megnézzük mindent, ha. Vannak itt ilyen alkatrészek, jaj, de jó. Pénztárgép, lőszer. Lőszer az mindig jó. Ebben meg benn van a WC papír, nem a WC papír. Egyébként szedhetném papírt is, elmondom nektek, mert ugye a sörét az kérem. Aztán olyan nem állt, hogyha lesz sörétem. Itt ezekbe. Paucokon nincs és semmi. Egyébként most ilyen elég nyugis, nem a dolog. Hogy így lószar sincs sehol senki. Ó, ott volt egy ilyen, izé, bányász fia. Még nagyon jó időt volt. Jó, van, ijeszteges a keepert. Na gyerekek! Körülnézünk itt is. És ugye ott beugrottam, akkor volt a baj. Fia, lőtér, tök jó. Incoming enemies, prepare for conflict. A futós néni az első, az ugrós a második, te vagy a harmadik, Katona bácsi a negyedik, és igen! Te voltál az ötödik, nagyon jól csináltad, ügyes voltál. Na, mi a szitu itt? Belélünk ide is, mindent átlutolok, jaj, imádom az ilyen jó helyeket, ezeket szeretem így átlutolgatni. Mindenhol, mindent megnézzünk. És garázs kell csinálni, gyerekek, rájöttem, garázs kell csinálni. Ide, ezért kell ide jönni, semmiért. Nuku, semmi, sehol semmi érdekes. Az ott az a bejárat, azt tudom, de nem érdemes menni. Grillsütőbe esetleg egy rothat hús, nem, figyeld, egy jó húsi. Jó, ott marad, és várj, hol van a drónom? Álljál meg. Great to see you, master. Nincs is semmi baj, gyerek, figyelj. Vigyél magadba egy-két dolgot, jó? Üres üveg nem kö, ez nem kö, ami nem kö, az nem kö, gyerekek. Ezeket a modokat, ilyeneket, elneked. Viheted testvérem az urvba, ezt is viheted csipefogót. Azt a kis lóvét is vigyed, jó? Na! Valószínű, ide beugrok, akkor megint őrület lesz, úgyhogy kicsit össze kéne kapnunk magunkat. És ugye emlékeztek, itt volt, amikor csapdába csaltak rész. Igen, ide szerintem beugrok, itt csúnya világ lesz. Mert hogy nem is tudom, mit kellene kitalálnom, hogy. Oda mentem föl, emlékeztek? De rettentő sokan jöttek ez alatt. Igen, és mögöttem. Ugorj már fő, bazze! Ki üt?
franc! Ki üt? Maszta megy! Fas... Pityke putykáját! Mi volt az bazzai? Hát ez... Még rá is voltam készülve, majdnem meg... Azt a bocskos rohadt élet! Ez nagy... Ez iszonyat beteg volt, gyerekek, ne haragudjatok meg, mi volt ez? Jó, még vannak. De mi volt ez, tesó? Öcsém. Majd meghaltam, tudod-e? És túl gyógyítottam magam már kínomba. Ejj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 
Viszont sárgán messiásos ládikaok, T4-es küldetésben biztos nem lesz rossz. Nem tudom, hogy trader van, hallod? Kis puc volt gyakorlatilag. Tök jó, ez jó volt, tetszett, hallod? Megcsinált a Keeper a teljeső T4-es küldetését. Jaj! Most lehet, hogy ne haragudjatok, tényleg örülök. Örülök, mint nagyon jó farkálek. Ja, igen, azt mondtátok, hogy ez nem eltört láb, hanem ilyen zúzódás, vagy nem tudom micsoda. Ja, egy kicsit beteg vagyok, várjál? Azt hiszem, hogy volt nekem izé mézem, nem volt? Pont mézem, nem volt? Haver! It is a pleasure to serve. Van nálunk méz? Hallod, pont né... Nehogy már pont mézem nincsen. Nem hiszed el mindig. Komolyan mondom, ez mindig ez, megszívom ezzel. De nagyon jó, megcsináltuk az első tier 4-es küldét. Élem. És meg már valami 60-as szintűek vagyunk, mert 160-ra izé. Max HP. Érdekes, hogy van, amikor miért nem töltődik a HP-m, amikor van 59-57 ilyen... Nem értem néha dolgokat. Mondom, ilyen debuffom van, vagy nem tudom micsoda. Van ott 5 dollár van, de lerakva, figyeled? Van ilyen van? Van-e helyem, azt néztem. Zárva van nekik, ne csettegessen két öröd, de csipél újjára. Gyerekek. Ez mi arról? Zóvi kaja. De jó. Meg egy csomó lőszer. Hát igazából megmondom őszintén, nagyobb dologra számoltam. Örültem volna valami nagyobbnak. Ezt meg már kilutoltam. Hogyan? Ja, ez egybe van. Aha. Army truck. Figyelj, ott világít valami. Ezt van még ilyen főlút lehetséges? Kilutoljuk gyorsan, jó? Hát már miért ne? Figyelj, hogyjunk mindent, azt majd leszkreppeli a keeper, meg ilyesmi. Átnézek gyorsan mindent. Hát figyelj, itt meg van oldva, öcsém, hogy fusson rád az összes rohadt zombi szerintem. Már nincs egy darab se. Azért az cuki, cuki pofák ezek nagyon, ezt leszkreppelem. Ez milyen modifikáció? Ezt be tudod rakni a helmetbe, és elvileg szerintem annyit csinál, hogy hogy ilyen szűrő, ezt írta valaki egyszer, és akkor meg tudom inni akármilyen vizecskét. Ezek a bábuk meg ilyen para jelenségek. De jó, tök jó. Van ilyen szűrőm, szereztem. És akkor Murky Water-t írta vagyba fölben, nincsen gond. Ami azért nem van az. Végig rólak, jó? Tényleg ma zombi a nuku. Itt felmutatod valamit. Hallod? Ezelőtt itt bemenekültem, emlékeztük? De valami bejött mellém most, ütött mind a ló. Lovat. Nincs itt lószár se. Ez csak egy ilyen sima lámpa volt itt a falon. Jó, szerintem egyébként ez lehet, hogy el is fogyott a dolog. Az ott ide menekültem fel, emlékeztek? Ezt lerobbantották alóla meg minden. Hát most lehet, hogy nem bírtam volna ki. Nincs is, ja, nincs más loot. Már csak ilyen, ilyen kiképző hülyeség. Nincs jó. Szerintem itt ilyen ideig van, mert tudod így
ilyen gyakorlatoznak, szemét van maximum. Ilyen gyakorlatra való dolgok kellett. Jó, nincsen több. Jó, meg is van, gyerekek, menjünk a francba, megvan a küldetésünk. Semmi. Ja. Üres szemét van csak. Jó, húzás volt. Hát ezt gyorsan megcsináltuk, tök jó volt. Egyébként nagyon élt el. Tök jó volt, tetszett, hogy ilyen izé. Ilyen. Én majdnem meghaltam, oké. Okay. Az a baj, amikor izai harang nagyon szorult a helyzet, akkor nem tudod, mit csinálja, hogy most... Ó, gyerek, itt tiszta Mad Max-nek vagyunk, öcsém! Nyomok egy shiftet, és úgy kihúzatod, csak ilyenkor nem nagyon kell nagyon fordulni, mert baj van. A játék, ez nagyon megy. Tök jó. Az autó az még gyorsabb? Melyik a leggyorsabb jármű? Szegény ez egy drón az, azt se tudja, hogy merre van előre. Figyelj, itt kéne egyet ugratnom. Csuszikám, driftelni lehet vele. Na, régen egyébként az autók felrobbantak, most is hogyha levet felrobbanék? Igen, volt ilyen funkciójuk. De jó, tök jó, tírvegyes küldetéseket tolja neki a keeper itt az autó. Nem, akkor speciál csak az csak annyit csinál, hogy elküld egy másik traderhez. Ugye érdemes akkor ezt még csinálni, mert valószínűleg megkapom az autót a tier 4-es küldetések után. Azt utána építkezünk, mert akkor már meg lesz minden földi járműen. Mert ugye már több földi jármű már nincs is. A drón az jöjjön velem. Figyelj, kész van a küldi. Mit adsz? Mit ad? Megcsináltam, tesó! SWAT helmet 4-es. És miért? Mit használok én, hogyha ez jobb? Vagy rosszabb? Ha? Heavy armor rating, várj, mennyire lehet eladni? 1300, ezer. Jó, de meg is nézem, hogy mit használok. Na, ez most, bazd a szintet léptem meg. Most meg, nagyon érdekel, ez, és ez, ez rosszabb. Ez a jobb. Jó, érdekes. Valaki azt írta, hogy a SWAT helmet az jó. Azt nyomassam neki, mint őrült, de... Ezt mennyire veszed? Ja, igen, betegek vagyunk, jó van. Majd megnyilván megnézem, van-e méz nála, vagy valami csoda. Ezt eladom. Ebben van egy modifikáció? Milyen modifikáció? Várj, mi van ebben? Lightning helmet, mód, jó, nem baj, eladom. Bocs, tesó, eladlak. Meg ezt is eladom. Meg ezt is eladom. Mi van, ami még annyira nagyon nem kell? Figyelj, nincs nálad valami eladó? Aver, nincs eladó cucc nálad? Nincs? Ó, Isten, mennyi kocatunk van, gyerekek. Ezt el akartam adni. Itt meg ami... Jó, figyelj, itt meg van egy ilyen ezt eladó. Vedd meg 135-ért. Mi? Nem érdekli az a tárgy! Hát miről beszélsz, tesó? Nem van valami munkád? Clear, a night only, night only. Van egy ilyen clear. Hát akkor azt csináljuk. Jó, merre van? Arra van, érdekes. Éjszakra van. Bassza, mi ez a hely? Jó, bocs, elsültem. Nincsen valami, nincsen gyógyszer. Elsültem, elkezdi a ilyen. Jaj. Na, nincs egy gyógyszer, egy tesó vagy valami, csak az hol van el? Mi? Nincs ilyen gyógyszer? Mi? Nincs gyógyszer? Vagy mi a szar? Tényleg van ott? Piakolja valami csoda, vagy nem? Hol kell ezt nézni, tesó? Kajána? Nincsen ez. Ne dumáljál! Csinálom a szoros küldetéseidet, tesó. Megcsináljuk a küldetést, ezt, aztán megyünk haza a medelre. Motorba ki kéne majd pakolni, megérkezünk, azt kipakolok. Figyelj, nem szarozunk, kert megyünk minden tűzön vizel, jó? Nem ugrat olyan nagyot, mert lelassul. Dombom fölfele. Gyorsan megyünk, tök jó, mert most már azért tudod neki veretni, érted? Hoppá! Nagyon tuti. Kövek között mindenhol.
Hol a tenger, hupikék, ott laknak ők a törpigek. Most megint nem foglalkozunk azzal, hogy betegek vagyunk, hanem adjuk neki. Ezt a küldetést még megcsináljuk, és felveszünk egy éjszakai night küldetést. Felveszünk egy night-os küldetést, és azt majd éjszaka megcsináljuk, és nappal építkezni fogunk. Szeretnék egy garást építeni a cuccaimnak. Gyerekek, jó fele megyek én? Jó fele megyek, csak nem tudom, hogy erre el tudok-e menni. Egyébként tölt, mint a disznó azt, azért akadám. Hogy értem, most még gyorsabban megyünk, most még jobban tölt. Ó, ez legalább fölmegy a rombokon. Ó, de jó. Halló, de nem kis pályázok, mindenen áll. Jé. Jó, kivegyünk az útra, mert itt bajok vannak már, össze-vissza megy a képről. Jobb kanyar! Jön a madár, szerintem csak ott hagyom. Ú, te hallod? Nem töltünk. Na, a madár rész utar ér. Már megy, forduljunk már balra. Ja, itt jön utar, nem te. Nem mondod, hogy ilyen hülye vagy kipör, hogy mész mindent beszélsz, baze? Mindenen át. Miszer elhallod? Egyszer alálőttem, egyszer fölé lőttem, ahogy csöpkölődött. Jó, nincs is semmi gond. Jó vagyunk. Mindjárt oda is érünk. Toronyi ránt! Az a 200 méter, most egy kicsit lassabbra vettük a figurát. Itt van valami. De az! Van egy zombi. I've got a bad feeling about this. Majdnem rámvert egyet. Te, ez nem a templom, vagy valami volt itt, amit... Te, ezt én szerintem ma... És ez megint egy tier 4-es küldetés, úgyhogy kicsit okosba kéne csinálni. Azt hiszem, hogy ennél nincs több lehetőség, nincs. Na, gyerekek, ami baromira nem köl. Azért itt van baj, terhelődik a gép rendesen. Pénz. Jó sok pénz is jön egyébként. Jó, szerintem az így frankó, nem? Oké. És ez szerintem egyébként... nem utoltam még ki? Lehet, hogy nem ez volt az. Ez komolyan megpróbálja kilutolni. És utána meg még egyszer. Most ez nekem kemény egy kicsit. Fasz! Mi volt az öcsém? Akkor a kutya volt, mint egy ló! Bajok vannak, gyerekek, mi a szar van itt? Nem áll meg a kutya! Mekkora kutyák ezek, öcsém? My senses have picked up something. Nem mondod meg még a kigyó is! Te fiú, mi van itt? Nem vagyok egy olyan finnyás fajta. Elmehetnek a francba. Te Jézus Mária! Mi volt ez már megint ez a hang? Mi van már itt? Tényleg nem vagyok finnyás fajta, de mi franc van? Hol mekkora kutyák voltak azok, te?
Te édes Isten, hallod, azok a kutyák, az nem, meg, nem lehet húst belőle? De. Volt még egy nagy dög. Hó, figyelj de. Öcsém, itt még kint is izék vannak. Csuda jó dolgok. Jaj, valóban jön egy süllye. I've got a bad feeling about this. Aranyjál már, Moré, hát próbálom ide összeszedni itt a gondolataimat egyelőre is. Úgyhogy meg üvegcserépülés van itt? Mi a szar van itt? Azért. Na nézzük be. Itt van a világ, itt a lámpa, lehet itt kell bevenni. Sőt, tudjuk. Tehát itt úgy faszra húznak, csak úgy zuhanik szerintem gyerekek. Az nagyon kemény volt a szituáció, nem? Várj, hol vagy gyerek? Nincs nálad ide egy kötszer, vagy... Fájdalom csillapító, vagy valami csak kötszerünk van csak? Mindegy, de... Fájdalom csillapító kéne, mert fáj, kitörnek a feje, nem kicsit. Nyomjunk egy kávét, és átadni nem állt. Ki stamina. Már megiszom ezt a levest is. Mindenféle bónuszra szükségünk van, úgy látom itt, mert csúnya dolgok vannak. Gyerekek, itt annyian lesznek, mint a sár, higgyétek el, hallod? Utasd vissza, bazza! Ja, gyertek, gyertek! Gyertek a papához! Szé, haza, menté, haza! De Isten, várja! We are not alone. Nem mondod! Kezdve nem vagyunk egyedül, ja? Jó, kezdve összefosti maga. Há, itt nagyon sokan lesznek, hallod? Meg ilyen kevés kis köcsögök lesznek itt. Élem. Jó, azt az ajtót hadd üsse. Fáj a fel, kipörnek kicsit. Tiszta szellemkastély, ezt hallod? Tiszta szellemkastély, komolyan. Szerintem bejutott. Bejutott a kis buzarás. Nem? De ezzel kellene valamit csinálni, mert baromira idegesít, hallod? Besegítek neki. Úgy van, nyug. Megnyugodtál? Nem nagyon szívottak meg, á? Ó, gyerekek! Ott élet! Tényleg összefosod maga, mi ez a szellemkastély, baza? Nem hiszem, hogy nincs senki. Gyógyszer. Semmi olyan, ami nekem kéne. Fogtunk a jóba, mi? Tudjuk a gyerekek. Piros, piros, bázz a piros mindenit.
Csoda, nincsen 200 madár. Hogy a rossz se vegye meg. Ja, itt meg biztos, hogy lesznek 200-an, hallod? Figyelj, de csávok. Mondani, ott egy. Adjatok meg, bazze. Megvan a loot. Persze, ugráljatok le padlásra, bazze. Olyan, megvan a lootunk, jó, oké. Okay. Figyelj, pont olyan nincs sose, érted? Figyelj, kis sámli, nem kell nekünk gyerekek, vagy szég, vagy mi ez? Össze... Arra jobb az ez az egész, hogy összefosod magad is. Összefosd magad, komolyan. Elektronika! Nem tudjuk már. Na várj, ezt ki kéne verni, azt le kéne menni megcsinálni a küldetést. Közben meg szakad az eső. Jó! Viszont nem volt annyira nehéz, hát jó, egy fájdalomcsillapító, jó lenne a fejemet elmulasztani. Hát meg ugye méz, vagy mit tudom én. Mindig azt nem kapunk, ami kellene. Jó, azt a küldetést meg kell csinálni, aztán utána megyünk garást építeni. Lehet, hogy az éjszakát is a garázsépítésre fogom tölteni. Bár a tírrényes küldetést nagyon tolnám. Tök jó, nagyon jó. Majd. Valaki, mint utána jöhetett. Valaki rám jött. Na végre. ...24 darab ilyen, az legalább pénzt ér, érted. De egyébként semmi olyan, aminek nagyon tudnék örülni. A küldetést kéne fölvenni. Ki kell nyírni a hülyét, van itt egy hülye, ugye? Valaki itt ordítodik. Nem tudom, hogy hol. Mindegy. Innen lehet merjek ugrani? Jó, innen már. Na, akkor újra. Újra tábla. Motorba lerakom a dolgokat. Fölveszünk a küldetést, és rákészülünk, mert kemény lesz. Valaki sétálgat a cseh. Nagyon nem kéne kinyíratnom magam egyébként. Nem nagyon lennék boldog tőle. Jó. Akkor, így nagyjából. Oké, gyerekek, akkor küldetés felvesz, azt újra tábla. Nagyon jönnek a kutyák, meg mindenki. Egyébként ennek itt a startkor van kemény szituáció. Ahogy látom. Meg ugye ott fönt.
Úgyhogy meg is fogjuk tartani egy kicsit a... Kutyát ki kellett volna beleznem, hol van? Hogy értem ki a kutyát? De ki jött eddig, ugye? Oké. Okay. Na, okosba, mert még vannak kutyák. Egyszerre jöjjön rám az egész banda. Itt egy kutya. Kicsit ilyen okosba próbáljuk meg benne, mert... Megbaszott egy kicsit. Mindig jókhoz szól, amikor már így a nyakamon van, érted? Ugye az nekem ebbe az épületben van egy csomó, ugye? Hú, fiatalok, bajok, nem kicsik. Nem lehet rambózni nagyon. Egy tier 4-es küldetés van, nem tudom, 5-ös a legnehezebb. Itt már kemény dolgok vannak. Na. Mondjál, jó, nincs semmi baj egyébként egész. Figyelj, itt most nincs kocsi, tehát durva. Jó, ebben mindig miért három ilyen szar van? Sehol semmi, érdekes. Én azt hittem, hogy innen, itt van jogolót, semmi, sehol. Én vagyok béna, vagy itt tényleg nincs út. Na! Ott a csávó. És akkor megyünk be. Okosba, jó? Marha okosba. Na gyerekek. Finomak leszünk és nőjesek, jó? Én nem találom ebben az, nem béna vagyok. Ez őrület. Nem, 762-es lőszer lesz. Jó, ennek örülök. Ó, fájdalom csillapító. Egész jó állunk egyébként, jó vagyunk most. Murky Water, azt majd meg tudom inni ezeket, ugye nem kell ezután szarakodnom, bármit meg tudok inni. A szűrőnek köszönhetően. Ezeket meg lehet, hogy el fogom adni ezeket a sok küzdői szerszámokat részt, nagyon sok pénzbe, pénz kijönne belőle. Szépen okosan utolunk minden üzét. Minden hajlékot. Hát ez figyelj, eladásra nekem nagyon jó lesz. Ó, ízét, mi ez? Takó! Haha, tök jó. Tök jó dolgokat kapok, egyre jobbakat. Imádom. Hoppá, mi ez? Mod. Hú, ez mire jó, gyerekek? De jó, imádom, jó. Csak meg ne dögöljünk. Ugye tudjuk, hogy nagyjából hol van most nagy ellenállás, amikor átmegyünk majd a tetőn, itt azért elég gyenge lesz sorba, de lesz, de gyenge. Jó volt.
tiszta killeket kell produkálnunk, azt akkor minden frankó gyerek, tiszta killeket. Van ilyenem, úgyhogy akkor viszem. Ha van olyanom, akkor viszem őket. Ott volt benne egy csávó ez alatt. Meglepő volt, és mulatságos a gyerek. Clear! Ó, mi az olyan? Hadd ne vigyem, jó? Bocs. Jaj, de megesztettél, vigyem. Utálom ennek a hangját, ha tudod, mire emlékeztem? Half-Life-ban voltak ezek a izék, a Ravenhorn pályán, ezek a köcsögök. Arra emlékeztet. Gyerekek, mehetünk föl. Na aztán itt kell kicsit óvatosan csinálni a dolgokat, mert itt tudnak megbaszni minket. És a tető túloldalon is vannak, onnan is jönnek. Úgyhogy ezt nem tudom, hogy lehetne optimálisan. Lehet, hogy úgy kellene, hogy megnézni a tető túloldalát először? Azon majdnem leestem. Át akarok menni a tető túloldalára. Onnan is jöttek köcsögök is. Ez engem idegesít. My senses have picked up something. Erről beszéltem. Menjetek arra lefele, baza. Tudtam, baza, innen jönnek valahonnan ki, hallod? Ilyen nagyon köcsök dolog. De most már jó vagyunk. És meg is lesz a főút. Várjál, mit kell? Ja, az lejjebb van, jó. Most ugye főútra rámegyünk, azt utána akkor megszerezzük a szuplit. A kis kell pucolni a területet, úgyhogy jó, nem baj, hogyha feljöttünk. Itt még voltak köcsök gyerekek, mondom ugye. Most ugye nem tudtak idejönni leesni onnan, tantra. Jól időzítettünk, hogy kicsit elmentünk arra. Jó, a gyerekek, szedjünk mindent. Na és akkor örülök neki, hogy ez a küldetés meglett, és ezt igazából abba is fogjuk adni a küldetésedést. Nekiállunk. Egy kicsit izé vagyok, kicsit olyan... Lehet, hogy összeszedetlen vagyok, de eléggé be vagyok fosva, vagy úgy, nem az, hogy be vagyok fosva, hanem ilyen... Fura állapotban vagyok, mondjuk azt az egy rongyot biztos össze kellett szednem nekem. Te rongyok, az van bőven. Na. Nézzük át a helyzetet, hogy mi az, ami nagyon nem kell nekem. Van, aki megint tördelik az üveget. Figyelj, ezt leszkreppelem, ne arra ugye. Meg ezt kidobom, ezt meg felvesszük, és itt ebbe talán azért találok. Nem nagyon jó lootok vannak most. Egyébként a sok recept, ami hasznos nekem leginkább. Azon kívül nem nagyon kapom a jó dolgokat. Sikító zombi csaj. Nem örülök. Az bespawnol itt egy csomót, meg lehet, hogy elég ereseket is. Csaj sikító zombi volt. Szerintem az. Master, we are not alone. Olyan, haver, jó vagy, elmeg. Elrabogunk a naplementébe. Ma izgulós vagyok, mami. Egyébként az vagyok, megmondom őszintén, de nagyon élem. Kocsira hajtunk. Az igazság, úgyhogy akkor a garázs kell, hogy a kocsi is beférjen. Ez mi? Ez szarabb, mint az enyém. Jó, ez eladásra. Várja ma? Hol vagy, tesó? All systems go. How may I help? Pakolok neked ide, jó? Oké, és akkor el is férünk már.
Jó, van egy csomó eladó cuccunk, van egy csomó modifikáció, armor modifikáció, meg minden jó dolog. Kicsit óvatosba azért lemegyünk, aztán húzunk is haza. Várjál, az nem állt a... Szupli. Ez valahol ilyen magasságban van. Lehet, hogy... Valahol itt kell lennie, de hol? Még... Egy szinte lejjebb? Akkor itt volt valahol. Hol van? Hol van? Még lejjebb, itt van? Hol? Hol van, tesó? Rüellem egyébként azt, hogy meg kell keresni mindig, de... Muszáj. Na, 3 méter, 2 méter, 2 méter, kívül volt. Nem, 3 méter. Benne képeg a dick, figyeld el. Köcsögök. És nem fér el, várjál ma. Csont megy levesbe. Oké, gyerekek, mehetünk haza. Kimegyünk. Azt mondom, mehetünk is hazafele. Itt volt egy sikító zombi, azt lehet, mert be kéne ülni. Be kéne pakolnom egyébként a motoromba. Nem volt ez olyan nehéz. Négyes, tier 4-es küldetés, hát... Ja. Annyira nem volt veszélyes szerintem. Oké. Na hajtás haza, ugye? Mert hogy az úton kellene menni, aztán akkor az biztonságosabb. Kicsit kihúzatjuk neki, aztán csapatás. Megvan még egy küldetés, kíváncsi vagyok, mit ad egyébként egy sniperre, nagyon vágyok. Nagyon jó, mert ez a csávó, ez mindig izéket ad, fegyvereket és járműveket. Ez a kettő egyébként, nekem a fétisem most. Ugye, ha például a csajnak a küldetéseit csináljuk, nánk ugye a normál földön, tudjátok, van az a medikás csaj, az orvos csaj, akkor valószínűleg izéket kapnék. Tök jó, dől a kanyarba, figyelj, de csávó! Így be vagyunk dőlve. Jó. Na. Ja, ez azért haladósan lehet közlekedni. Jó van, gyerek, nyugodjál meg. El az, nehogy essen a sivatagba. Figyelj, az úton érdemesebb menni úgy veszem észre, mint átugrani mindenen, mert tök hamar odaérünk így. Így azért nyílen tudsz végig menni. Meg nincs az, hogy így ugrálsz. Na. És mennyi idő van? 14 óra 25, tök jó, nincs olyan rohadt késő. Mehetünk haza, elpakoljuk a cuccainkat, és nekiállunk a garázsépítésnek. Úgy gondolom, hogy az jó lenne. Egyébként a következő hordár viszont az izébe akarom túlélni. Azt a város közepén. Mondjuk az nem lenne egy kicsit nehéz. Lehet, hogy nem kéne. Ezt kárbot kijelentem. Nem, a város közepén azt elhanyagoljuk. Nem tudom, hogy meddig menjen ez a sorozat. Azt írjátok meg, hogy szerintetek meddig. Mert szeretnék egy másik sorozatot Seven Days to Die-ba, egy egész más jellegűt. Azt is szerintem biztos vagyok már, hogy talán még jobban élnétek, mint ezt. Nem akarom lelőni a poént. Viszont ennek véget kellene vetnünk akkor. Egy kis csizé. Járművek. Nem tudom, hogy meddig. Igazából úgy érzem, hogy apa, meg is rúgott erre. Úgy érzem, a bázisom egyébként tök jó, tök sokáig bírnám. Fegyverek terén is már 5-ös, 6-os fegyvereink vannak. Van drónunk, meg minden. Minden csuda jó dolog van már gyereknek. Na jó, ne kéne adni ám neki a dolgokat is közben. It must be Szép. Rosszabb nem ette meg, hogy már megint ilyen idejét ad. Nem vagyok boldog. Ez mennyit? Painkiller 2, hogy ez? Jó, mindegy. Max eladjuk. Na milyen munkánk van? Igen, Night Only is van csak. És mind a kettő, várjál. Jó, mind a kettő városba lesz. Restore Power lesz. Tier 4-es, nem lesz egyszerű, biztos. Can you do me a Jó, favor, mindegy, God's akkor ez csak sake? éjszaka lehet. Hol mutatod? Biztos, hogy a város. Tier 4-es. Szerintem ez az építkezés, nem? Vagy melyik az építkezés? Nem ez az építkezés? Nem tudom, melyik az építkezés. Ez az építkezés, vagy ez az építkezés? De szerintem nem, ez valami más.
Jó, mindegy. Azt éjszaka tudjuk csinálni, úgyis csak Nighton is küldetés van. Nem muszáj éjszaka megcsinálunk, viszont tudjuk csinálni, ha akarjuk. Na, adjuk el a dolgaikat, hogy minél több lóvék legyen. Ezt is eladom. Nagyon jó. Televeszünk egyébként zseton. Ezt is eladom, mert szar. Mi az egyes, úristen? Meg ezt is eladom. Meg ezt a sok recit is. Amiket ugye már régen megtanultam. Na, és akkor megnézzük egyébként, ennél mennyibe kerülnek ilyen járművek. Ezt is eladom. Ja, ezt a 30 egy ilyen szart is eladom. Mert nem köl. Mindjárt jövök vissza, ne aggódjál. Great to see you, master. Mi az? Nálad van valami eladó? Barátocskám. Nincsen. Akkor a izai motorban lehet, hogy van eladó cucc. Állj! Na, motorba eladó cucce. Van-e? De mennyi toka nem van már, figyelj, ezt magamhoz veszem. Na, ez van egy eladó cuccunk. Ez van egy eladó cuccunk. Ez egy eladó cuccunk. És nagyon más nincsen, ugye? Szűrőt be kell raknom mindenképp a sisakomba. Várj, az... mi van benne a sisakba? Abba... Pont nem fér be. Viszont ez, mondjuk egyébként nem muszáj lenne a szűrőt használnom. Jó az a szűrő dolog. Viszont... az is jó, hogyha más jellegű. De nem veszed meg ezt, mi tesó? De miért nem veszed meg? Mert már adtam neked egy ilyet. De bunkó vagy, tesó. Akkor ezt szétkapjuk, akkor aztán jó van. Egyébként nem is volt nagy ára. Ja, nincsen már valami jó cucc? Kíváncsi vagyok a járművekre, várjál már. Hol vannak járművek? Ez milyen jármű? Nincsen ikonja külön? Na nézzük végig ezt az egészet, hogy mi az. Mi az, ami... Ez mi? Építőanyagok, ilyesmi, nem érdekes. Anvilunk van, nem kell. Arm... Ami azért... Lőszer... Fegyver, shotgun, egyébként van ilyen shotgun. AP slug, ez gondolom ilyen azért erősebb. Asszabú drága, az a baj, eszméletlen drága a gyerekek. Brutál drágán a gyerekek. Nem érdemes szerintem. 4x4-es truck-kal kaszni, figyeled? Egy 4x4-es truck az 85 ezerbe kerül. Olyan, semmi extra. Scrap armoroknál, vagy armoroknál semmi extra. Modifikációknál. Semmi extra, ha jól látom. Ezeket meg még én adtam el neki szinte minden, szerintem. Jó lenne most már újra termelődni, azt akkor nem lenne belőle gondocska. Semmi, semmi olyan, amiket érdemes lenne. Abszolút nincs semmi nála. Jó van, gyerek, köszi szépen az üzletet. Már van, vagy nem is tudom, szerintem ilyen 40 ezernyi pénzünk. Az tök jó, mert azért tudok vásárolgatni, amit akarok. Megyünk hazafele egyébként. Na, ja, Nighton-lik üldetés, azt majd éjszaka kellene csinálni. Lehet, hogy éjszakai motorosként el fogok hajtani arra. 98-a izénk a betegség szintünk, annak nem örülök, mivel 10-nél elég lett volna egy ilyen tabletta, és nem fogunk tudni hozzáérni addig. 99 és pont nem fog elég lenni egy tabletta. Viszont egy méz meg egy tabletta elég lesz. Antibiotikumra gondolok. Van egy csomó skillpontunk azzal kapcsolatban, azért jó lenne, hogyha írnátok. Annak nagyon örülne a keeper, mert akkor már el tudnánk dönteni, hogy milyen irányba kellene orientálódnunk. Tényleg nagyon kíváncsi vagyok rá. Várjátok egyébként, hogyha ez még nem termelődött újra, és most megcsináltam egy küldetést, akkor megint a 30 napot számolja innen a küldetéstől. Értitek, mire gondolok? Ne foglalkozzál vele, hadd jöjjön. Ja, egy garást kellene csinálnom, azt tök élném. Lehet, hogy egy mély garást. Az milyen lenne egy mély garást? Egy mély garázs...
a bázisom alá bemenő mélygarázs. A bázisom alá bemenő mélygarázs, gyerekek. A bázisom alá bemenő mélygarázs. Ezt el kellene innen csettinteni. Lenne egy lejárat. Egy ajtóval. Egy folyosó végig alatta. Így végig. Itt lenne a garázs a nagy terem alatt. És itt lenne a lépcső lejárat. És akkor itt mennék le a garázsba. És akkor arra mennék ki végig. És akkor úgy ugratnék ki gyakorlatilag arra. Hát az el kell bontanom azt az egész kutyellékot. De 5000-es blokkok, gyerekek. Ő kellett volna vennem dinamitot. Ja, azzal fel kéne robbantani a francba. Tudnék venni, van egy csomó lóvé. Meg kéne venni az összes dinamitot a környéket. De bazza, hogy a rohadt életben ide kellett ezt építeni. Ez meddig tartan ezt kivernem? Hát ez pont mondjuk... Ez nem kevés ideig, mi? A gyerekek, ezt lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy akkor... Megcsinálom gameplay-en kívül, ugye eltüntessem? És akkor még garázs lenne jó? Tök jó lenne, nem? Tök frankó lenne. Tényleg mondjuk ott, itt kezdődne. És ott lenne, ott lehetne lebenni. Kicsit félek attól, hogy a zombik nem elkezdenének ott betámadni. De hát meg lehetne erősíteni itt is ezt a dolgot. Azt hogy milyen védelmet csinált a Wheelkeeper ide. Jó, gyerekek, szerintem akkor ez ennyi volt ez a rész. Mennyi pénzem van, hallod? Ilyen izé vagyok most már, ilyen surmós. 20-20, figyelj, 40. 45 000 pénzem van, meg plusz még egy csomó eladható cuccom. De azt beszéltem, hogy figyeljetek, ez a fegyver alkatrésznek, amit tök nem fogok csinálni, most ez mi? Kézi fegyver alkatrész, nem tudom, hogy ezt mikor fogom csinálni. Viszont a Steel Park, ezeket biztos, hogy nem fogom csinálni, mert ugye megcsináltam mindenből az 5-öst. Ennél már csak egy jobb a 6-os. Azt meg csak találni lehet, tehát ilyet biztos, hogy nem fogok csinálni. Ez mi ez? Spear alkatrész, biztos, hogy nem. Ezt se kell, biztos, hogy nem kell. Úgyhogy ezeket közül egy csomó egyébként nekem tök fölösleges. Mondjuk ilyen machine gun, meg ilyen rocket launcher, az nem, az a rocket követő az érdekel. De ezt a kettőt, ezt tök eladhatnám, mondjuk nem abból fogunk elvenni bucsúba. Ah, ígyuk már meg a... Na. Ígyuk már meg a vizet. A mézünket, meg akkor bekapok majd egy ilyet, aztán akkor frankók leszünk. Ja, az a baj nincs dinamitom, pedig aztán szétüzélném azt. Szétcsapnám. Ja, egy sniperre is egyébként vágynék. Meg hát az elektromos... Figyeljetek, az elektromosságot kéne megtanulni, nem? Mert igazából az kellene. És most van 7 kill pontom, úgyhogy ez tök jó lenne. Elektromosságra kellene raknom. És ez hol van? Itt van, intellektnél, és hol van? Van ez a robotik dolog, meg van az elektromos dolog. Na, elektromosságra kéne rámenni, nem? És ez mi? Ez csak fegyverek, ez meg a full elektromosság, ugye? És gondolom a trapot is tudnám csinálni akkor. A Dancer Engineering az mit csinál? Itt van a trap. Aha. Figyelj, itt ez is kell hozzá. Aha. Aha. Akkor erre is kellene raknom. Erre mennyi? Hány pontba kerül ez? Egy pontba. Erre kell mindenképp a smart robotic turret-et tudok csinálni. Várja, elektromos dolog. Robocs. De mi a szar ez? De ez mi ez? Ez nem az, amire gondolok? Hogy tudok generátorokat csinálni, meg ilyesmi?
Van még négy pontom. Ezt nézem, hogy ez... De ez csak ezt a stun hülyeséget, most akkor ezt fölöslegesen raktam rá egyet. Ne szórakozzál! Gas Monkey nem kell, ez kell az Advanced Engineering, nem? Az ilyen tureteket, meg ilyeneket tudok csinálni. Ez meg a robot dolog. Ez combat, bazza, ezt elcsöztem, mert ide nem kell volna raknom, ez combat perknek minősül. Advanced Engineering kellene, de ahhoz meg 8 szintűnek kellene ennek lennie. Igen. Jó, elcsesztem egy skillpontomat. Ez meg a lepakolható fegyverek kraftolása. Hát mindenképpen ezt feljebb kell húznom. Ugye? És el is fogyott, és akkor a következőre tudok rakni. És elektromos dolgokat, várjál! Az elektromos dolgok kraftolása, ezt hogyan tudom? 4x4-es trackot tudnék nem csinálni, tök jól lenne. Ez hogy kell, gyerekek? Generátort kell csinálnom, és akkor... És akkor... Igen, generátorbank. Ilyet kéne csinálni, és akkor várjál ma. Tudok trapot is csinálni? Az ilyen pörgő trapot? Blade trapot tudnék csinálni? Tudnék, baza. Ez mennyire sokáig bírja? Gyerekek, baza. Segítsetek, hogy itt mit kell. Ugye ez a trap, ez mennyire jó? Ez egy ilyen nagy pörgetjű, ugye? És mennyire, milyen hamar romlik el, vagy nem tudom, ilyesmi. Ilyen érdekelne. Akkor ehhez kell elektromosság. Várjál, de... wire, az hogy van? De ezt is tudok. Ez miért? Azért, mert... Szóval is akadtunk. Tudok akkor ilyen wire-t csinálni. Elektromos relé. Kapcsoló az mi? Switch. Gyerekek, tudnék csinálni én minden izét, elektromosságot? De hülye voltam, elcsesztem egy izét, egy skillpontot. Jaj, de kár, nem erőlem. Viszont egyébként ez szerintem, hogy az Advanced Engineering-et húzom fel, az nem rossz. Következőben mit tudok? Kapok 30% X-prét, hogyha elektromos csap, de ölj meg az ellenfelet. Az összes Forge recept 15%-kal kevesebb cucc kell hozzá. És a Forged Steel és az elektromos dolgokhoz kevesebb kell. És ez mi? 50% from... megtanulom az SMG Auto Turrets legjobb range base defense, legjobb távolsági bázisvédelmi fegyver. Érdekes, és akkor robotiknál mit tanulsz meg? Robotic Optic Range, aha, és jobb robotokat tud csinálni. Tehát nagyobb lesz a range-ük, többet sebeznek, gyorsabban lőnek. Ez csak az. Ez nem az, hogy milyet craftolsz, hanem milyen típust, hanem az, hogy milyen minőségűt craftolsz, mekkorát sebeznek, milyen gyorsan, mekkora, hogy táraznak, és hogy milyen messze lőnek.
18 méter active range. Tök jó! Jó van, gyerekek. És ez mi? Ez ilyen Doki Doki. Meg a Gas Monkey ugye megtanulni, hogy megcsinálni különböző dolgokat, de azt most nem érdekel, mert úgyis meg fogom kapni. Jó, egy skill pontom, ezt nagyon bánom. De hát jó van. Lehet, hogy kellene farmolnom XP-t, hogy minél több, minél jobbat elérjek így. Ja, viszont írjátok le, akkor ez az elektromosság, ez hogy van, jó? Valaki, aki nagyon van, lenne kedve hozzá, az leírhatnak. De bazze, ezeket a skilleket, öcsém, ezeket tízere részét nem tudod kimaxolni, nagyon durva. Először az archery raktam, nagy hülyeség volt, mi? Agility-re is vannak ám egy csomó minden, figyelj, minden nullán van még csak. Nullán! Jó, Lucky Looter. Ja, és itt vannak a izek, ugye? A könyvekből tanul dolgok. De jó, tök jó. Valami már 7-es. Tök jó. Jaj, megtanultam azt, hogy a ajtókból a kopogtatót ki tudom harvesztelni. Tök jó. De milyen jó, egy csomó minden ilyen izé van. Death Ranko. Military Boots-ot tudok. Sniperben mit tanultam ki? Ja, Legshotot. Tök jó. Lucky Looternél mit? Több kaja, több junk, több raise. 10%-a több damage, több jewelt, ékszert kapok. Automata fegyverek kevesebbek üzének. És az összeset gondolom állakolod, akkor van ez, ugye? De Franco. Nincs olyan, amelyik ki van maxolva? Nincs olyan, egy darab volt olyan, amelyik ki van maxolva. De jó, hát ezeket a könyveket is megszerezni, ez se gyenge. Például, hogyha az összeset ki, gondolom, hogy az összeset kiúzod, akkor tudsz craftolni ilyen, tudjátok, mint a, minek nevezik? A PUBG-ben van az a suite, ami ilyen elrejt. Nézzük meg, mik ezek a max. Tudsz csinálni military fibers, az nem tudom micsoda. Hogyha ezt kimaxolod, akkor a hangtapító nincsen több büntetés, damage büntetésed. Spear Hunter. Ez pont nem érdekel. Várj, megnézem ezeket, kíváncsi vagyok. Shotgun Mesia. Ebből egy sincs, pedig a shotgun-t használom. Mindjárt meggyógyítom a magam. Pedig ezt hallod, pont a shotgunra vagyok, és ez egy nincs meg. Lucky Looternél. Az enemik nagyobb esélyed dobnak lootot, hogyha ezt kimaxolod. Nagyon frankó. Hogyha ezt kimaxolod, akkor ugye mindenből többet kapsz, animalekből. Nagyon jó. Ez meg az, hogyha 20% esélyed van, hogy együttési kiütsz egy bármilyen alapanyagot, már mint ilyen ort, minek nevezik azt, ilyen ércet? Tök jó, nagyon jó. Tetszik. Na jó van, gyerekek. Viszont nagyon eltököltük az időt.
úgy gondolom, hogy a garást kellene megépíteni. Viszont, gyerekek, közben meg betegek vagyunk, kapjunk be már egy gyógyszert. A az mennyit csökkent? 5%-ot nekünk, meg 6-ban biztos megint elcsesztem. Na mindegy, jó. Oké, gyerekek, azt akartam mondani, hogy meg kéne csinálnunk a garást. Aztán a küldetést ezt majd máskor csináljuk, jó? Egyébként úgy is kezdhetném, hogy itt kezdem el, és akkor innen folytatódna arra kifele, nem? És akkor ráérünk azt még elpucolni. Ja, így lenne egy ekkora garázs itt lent, az tök frankó lenne. Egy ilyen jó magas, befér a pocsi, meg minden, és akkor lenne egy kiárata. Ott is garázsajtó, meg még kijebb is garázsajtó, azt ki lehetne csapatni vele. Tök tetszene. Csak nem tudom, hogy tudom nagyon jó bevédeni ezt, de majd kitaláljuk. Na, köszi szépen a figyelmet, jók legyetek, csumi, csajok!